30 éves a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola. A kerek évforduló alkalmából konferenciát szervezett az intézmény vezetése szerdán, ahová társintézmények, iskolák vezetőit, zenepedagógusokat, tanárokat hívtak meg. A vendégeket a Harmónia igazgatója köszöntötte. Takács Szilvia elmondta, 30 évvel ezelőtt hatalmas lelkesedéssel vágtak bele a munkába. 30 év, 30 lezárt tanévet jelent egy iskola életében. Zeneiskolai generációk sorát, azt a több ezer gyermeket, akik a művészeti oktató, nevelő, tanítási, tanulási folyamatok részesei voltak. Az 1993-ban indított zeneiskola nehézségeiről már azért sem olyan egyszerű beszélni, mert annyira régen volt, hogy már leegyszerűsítette és megszépítette szerencsére az idő. Viszont az elsők között voltunk az országban, akik magániskolai képzést indítottunk, nem kis erőfeszítéssel, de nagyon komoly szándékkal és hatalmas lelkesedéssel. A máig folyamatosan fejlődő magánintézményben több mint 40 pedagógus végzi munkáját, a növendékek száma pedig az 1500-at is meghaladja. A szerdai ünnepségen dr. Perger Elza alpolgármester a város nevében megköszönte a pedagógusok színvonalas munkáját, és üzent a növendékeknek is. Az itt tanuló diákoknak pedig azt szeretném üzenni, hogy a harmóniát megtalálni az életükben az egyik legnagyobb ajándék, és akik már korai ifjúságukban ennek keresésében maguk is tevékenyen vesznek részt, azok bizonyára sikeres és elégedett felnőttként élik majd az életüket. A zene és a tánc, a képzőművészet az a közvetítő közeg, amely segít, támogat, örömöt hordoz, vigasztal, ha arra van szükség. Az intézményben azok a gyerekek is tanulhatnak, akik nem tudnak a városba bejárni. 20 telephelyük van, amiből 4 győri és 16 vidéki. Jelen vannak a város környéki településeken, a Sziget közben és a Rába közben, valamint Moson-Magyaróváron. Jelenleg 1600 növendékük van, akiknek egyharmada zenetanuló, kétharmada pedig néptáncos. Mind egyénileg, mind csoportosan komoly eredményekkel büszkélkedhet a Harmónia.